Extreme-ben volt a Pityesz. Okay. Mi ebbe is ő van? Ha ő énekel. Csuhalja! Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Ismét kaptunk valami finomságot, ugyanis az van, hogy ugye a Josie nem nagyon tud megmaradni a fenekén. Hát egy ilyen gitáros már is tudja megmaradni. Így van. És Kozival, akivel a Vendigóban együtt gitároztak, összehoztak egy ilyen gitáros multi-instrumentalista projektet, amiben ők vannak ketten, és mindenféle gitáros zenéket fognak elkövetni majd a stílus legkülönbözőbb válfajaiban. És mindegyik dalhoz, amit csinálnak, olyan énekeseket fognak hívni, akiket ők szeretnek, tisztelnek, tisztelik a munkásságát, szeretnének velük együtt dolgozni, és a többi, és a többi, és illeszkednek ahhoz a zenei stílushoz, amit éppen csinálnak. És ennek a projektnek, a Toxic Twins projektnek van az első dal premierje, most volt a napokban, és hát megkaptuk szerencsére ezt a videót kicsit előbb, úgyhogy rá is mentünk. És ebben a Pityesz van, a Next Frame-ből, ugye onnan lehet ismerni Next Frame, őt. Fresh Fabric, így van. Már 28 logopédus dolgozik velünk. Igen. Heti 29 órában. 17-et most már fölimplikáltuk, mert hát muszáj kevés volt, hát bassza meg. Még mindig az. Igen, de már ők is dadognak legalább. Szóval, hogy megkaptuk ezt az első dalt, és most ezt fogjuk megsasolni, nézzük meg. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Az bizony. Egy ilyen 2 másodperces teasert már lehetett belőle látni, és én az alapján azt mondtam, hogy akarom. Úgyhogy nézzük meg egybe, hogy mégis mi lesz ebből. Egy fél pillanat, csak technikai nehézségekbe ütköztünk, de meg lesz. A kurva anyád neked meg. Na! A szakállas, meg a nem szakállas kopasz. Adok mi? Baszó! Aztán közben megy az akusztik. Hát szia, alászínezett. Igen. Egyébként elején nem láttam jönni, hogy ebbe akusztikus gitár lesz. Gyönyörű! Mona Lisa! Az a rólas szövegmondás, az minden valóságban. Igen, igen. Josie dobol? Persze. Mindent ők csinálnak ketten. Dickerson törzsőmester, mi a fasz? Hoppámi. Csak azt tűnik, hogy a lobog a...
ma. Ez benne volt a... ezért vagyok, hogy az eszköz szar. Elég gépettek a musikát, úgy hihetem, hogy ezért benne volt. Igen. Végére te is megjöttél, húsod. Az szép. Az szép. Azt a kurva. Azt a kurva mindenit neki. Hogy így finoman fejezzem ki magam. Hogy mondtad a tulpánál, hogy itt azért látszik, hogy nem lelkes amatőrök bárgyúskodnak. Műkedvelő amatőröket mondtam, igen. De azt ide lehet másolni nyugodtan. Tehát én a Josie előtt olyan szinten megemelem a kalapomat, hogy az csak na. És megint finom voltam. Igen, igen. Tehát amikor ilyen projekteket hívnak életre, ilyen kaliberű zenészek, mint akár a tulpánál is mondtuk, akár itt ez a Toxic Twins projekt, vagy project, ahogy szeretnénk, akkor így mindig elgondolkodom azon, hogy mégis az Ossian meg a tankcsapda megy, bassza meg, tehát, hogy de hogy miért? Hogy és mindig odajukadok ki valahogy, hogy az emberek a szájbarágásra, az egyszerűségre, és pontosan. A tufa faék egyszerűségre vágynak. És mégis vannak olyan emberek, akik tudják, hogy a széllel szemben húgyozva, pár tíz, pár száz embernek csinálva a zenéket, ilyen dalokat, és olyan LP-ket, meg lemezeket megalkotnak, amik meg annyi értéket képviselnek, amennyit az említett zenekarok összesen nem. És ez... Ez annyira dühítő igazából így, hogy ez dühítő. Na, ennyit igen, akartam kihozni igen, belőle. De nagyon-nagyon kívánatosnak tartanánk, hogyha még több hasonló pionír tűnne föl, mert előbb-utóbb ezek a pionírok fogják átfordítani. Legalábbis rohadtul reméljük. Igen, mert igen. Nem lehet beleragadni. Bár mondjuk nekem van egy elméletem, tehát a Mónika Show, meg Győzike Show, meg a társai által módszeresen lebutított magyar társadalom, és ez a külföldnél a Valóság Show, és a többi egész világra jellemző ez a jelenség. Tehát ez a módszeresen, tervszerűen elbutított társadalom, amely a gagyira megy, a gagyira élvez, a gagyit kapja az arcába folyamatosan, és igazából elveszti az érdeklődését, meg a késztetést arra, hogy minőséget fogyasszon. Igen. És az nagyon szomorú, és ezért üdítő, hogy vannak ilyen pionírok, mint a Josie például, a tulpás srácok, a nises srácok, kiket mondjunk mi, a gosztosztos srácok, Nekem annyira ők nem, de mert ők elkezdték még csak Szecskavágóval kiírtani azt a csapást, amin majd haladni fognak, ja, lehet, de még lehet. Fél lábbal mindig az előző úton vannak, tehát még fél lábbal még érezni rajtuk az AVS-t, érted? Értem. Én őket ezért nem sorolom ide. De például
simán, ez a Toxic Twins projekt is kurva jó. Uh-huh. Simán meghallgatnék egy teljes lemezt tőlük, mert hát kellően beteg, kellően elborult, kellően dallamos, kellően technikás, mégis kellően fogós. Uh-huh. Így van, így van. Igazából ilyenből kéne sokkal több. Srácok, egy teljes nagy lemez létszi, minél hamarabb hackeljetek össze, aztán küldjétek el nekünk, hadd rángassuk a pélót. Így van. Meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye arról van szó, hogy tök más műfajokban is, ahol a gitár ugye központi szerepet kap. Tehát, hogy most megvolt a metal, oké, jó. Mi lesz a következő? Én erre vagyok nagyon kíváncsi. Flamenkos flamingó. Lehet. Egy tátrai szűcsanta a Gábort ide. Egy latint? Az nagyon jó egyébként. Vendéggitározva Mark Rizzo. Ja. Vagy Kiko Loureiro. Aldi Meola. Akár ő is. Ja. Igen. Na mindegy, egy szónak is száz a vége, vagy száz szónak is egy a vége, melyik a második száz szónak is egy a vége. Kurva jó ez a projekt, és nagyon-nagyon várjuk, hogy hova tovább. Iszonyatosan, és nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltatok ránk, és elküldtétek, és ti többiek meg nézzétek meg velünk, és mondjátok el, hogy mit gondoltok róla, és veletek vagyunk, srácok. Aztán meg nézzétek meg külön-külön sokszor, írjál, iratkozzál, mérgezd magad hasonlóan kurva jó zenékkel. Így van, szevasztok. Csá-csá. Elfér.